Nem. Úgy gondolom, hogy az egy fontos kérdés, hogy az a fajta pártpolitikai csatározás, ami nyilvánvalóan egy kampányt kell, hogy jellemezzen, ez ne hozza nehéz helyzetbe a határon túli magyarságot. Ezért én azt gondolom, hogy kezdeményezni kell, és akár én szívesen kezdeményezem azt, hogy legyen egy olyan minimum, amit a magyarországi pártok megkötnek abban a tekintetben, ami a határon túli kampányolást jelenti, hiszen azok, akik a határon túli magyarságot, tehát akik a határon túl élnek, nem hozhatjuk olyan helyzetbe, hogy nekik a többségi társadalommal szemben legyen ez esetlegesen rossz folyamat. Tehát az ő kiszolgáltatottságukat, kitettségüket és azt, hogy a megosztottságukat azzal csökkenteni tudnánk, hogyha lenne ebben egy gentleman agreement a magyarországi politikai erők között, ami a kampányolásnak a mikéntjét, módszerét jelenti. Említettem, hogy nagyon fontos az, hogy minél többen éljenek ezzel a joggal, ugyanúgy, ahogy egyébként az anyaországban is azt egy kívánatos dolognak tartom, hogy minél többen éljenek a választójogukkal. Én egyetértettem önmagában mindig is azzal, ami az állampolgárság megadását jelentette. Nyilván akkor, amikor én ebben úgymond kimondtam az át, hogy az állampolgárságot meg kell adni, akkor ehhez tapadt számomra az is, hogy ehhez választójog kell, hogy társuljon. Éppen ezért, ha ezt viszont kívánatosnak tartom, akkor azt is, hogy minél többen éljenek ezzel a jogukkal a 2014-es választáson. Nyilvánvaló az egyik, ami én fontosnak tartom, hogy arra buzdítsunk, hogy ezt, ami a demokrácia kiteljesedését is jelenti, az pontosan azt jelenti, hogy minél többen lehetőséget biztosítanak arra, hogy illetőleg élnek azzal, hogy az urnáknál is a következő időszak országáról, nemzetéről, nemzetpolitikájáról kimondják a maguk álláspontját. Nagyon sokan vannak, akik még várnak arra, hogy valamilyen politikai erő megjelenjen a politikai palettán, akire voksolni lehessen. Megjegyzem, mi magunk pontosan most a Szociális Unió több más parlamenten kívüli politikai erővel szeretnénk egy olyan politikai szint megjeleníteni a magyar politikai palettán, amelyik baloldalian elkötelezett, tehát szociálpolitikában maximálisan elkötelezett, ugyanakkor a nemzetpolitikában is világos mondatokat mond, elkötelezett. Én úgy hiszem, hogy ilyen politikai erő ma nincs a magyar politikai palettán. Szóba került az autonómia kérdése is, és egy esetleges úgymond rivalizálás a kisebbség, a szórványban élő magyarság és az autonóm, úgymond esetleg leendő autonóm területeken élő magyarság között, és akár egy kisebb népvándorlás lehetősége is, hogy ezt hogy látja? Én ebben nem azt látom, ami ennek a vándorlásnak a problémáit jelenti, hanem inkább azt a közös érdeket, ami a megmaradást, a gyarapodást, a kultúra, nyelv megtartását jelenti, tehát az, ami az identitást hosszú távon megjeleníti. Ezért én ennek inkább azt a, mint ahogy az ember egy fél pohár vízben, ugye mindig azt mondja, hogy félig tele, nem pedig azt, hogy félig üres, tehát én inkább annak a lehetőségét látom, ami egyébként ezt a megmaradást hosszú távon biztosítja. Nyilvánvaló ebben látni kell azt is, hogy ma a 21. század kihívásai alapvetően már most azt a gazdasági vándorlást most is jelentik, ami én úgy hiszem, hogy nem indokolja azokat a félelmeket, hogy esetlegesen egy területi autonómia megjelenítésével ezek az elvándorlások erősödnének. Inkább azt a pozitívumot, hogy nagyon jól jelzik egyébként az európai bevált autonóm formák, hogy ott, ahol szorványban körülötte élnek, ott inkább biztosított az, hogy az ő identitás megőrzésük még erőteljesebben biztosított, hiszen egy olyan hátországgal rendelkeznek, vagy egy olyan regionális kooperációval, ami hosszú távon biztosítja azt, hogy jó legyen magyarként élni.